miután a betakarításnak a végéhez értünk, erről szeretném elsősorban tájékoztatni önöket, és ahogy megszokhatták, igaz a betakarítási koordinációs bizottsági ülések után Vancsura elnök úrral, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnökével tartanánk meg a tájékoztatót, már csak azért is, mert most éppen 10 éves a Gabonatermelők Országos Szövetsége, ezügyből tartanak jelenleg is egy konferenciát, ahol egyebek mellett előadhattam azt, hogy milyen betakarítási eredmények születtek 2013-ban Magyarországon. Ha jól tudom, akkor önök megkaptak legalább egy táblázatot, vagy meg fognak kapni, ha már hoztuk. Ennek az a lényege, hogy a november 25-i, tehát a hétfői adatok alapján a következőkről tudok beszámolni, és akkor a táblázatban ezt nyomon tudják követni, és fel tudják majd használni. A napraforgót 604 ezer hektáron takarítottunk be, 2,5 tonna per hektáros volt az átlagtermés. A napraforgó egyértelműen jobban bírta ezt a csapadékhiányos, nagymeleges, aszályos időjárást, mint mondjuk a kukorica. Kukorica a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk. Lehet látni a táblázatban a pontos betakarított területet, 1.223.000 hektár. 99%-on álltunk, tehát gyakorlatilag egy-két kisebb terület van még, ami azóta már lehet, hogy betakarításra is került. Ugye nagyon jól indult a kukorica. Aztán, amikor jött a nagy meleg, akkor a terméskilátások visszaestek, az ár egyébként akkor emelkedett is, ugye visszaemelkedett valamelyest, és már egy hónappal ezelőtti betakarítási koordinációs bizottsági ülésen pontosan ezt a 6,8 millió tonna kukorica mennyiséget vártuk, ami egyébként itt most már realitásként szerepel. Tehát 6,8 millió tonna, 5,6 tonna per hektáros átlagtermés mellett. A növények közül, a főbb növények közül még a cukorrépát emelném ki. Itt még folyik a betakarítás, még mintegy 1700 hektár betakarítása van hátra, a munkák jelenleg is folynak, egy közepes átlagtermés, 50 tonna per hektáros átlagtermés az, amit látunk. Szintén nagyon jó hír, hogy az őszi munkákkal nagyon jól állunk, ugye az őszi vetéseket befejeztük. Itt a repce vetése az eredeti vetési szándékhoz képest néhány százalékkal, 7%-kal alatta maradt. Ennek az augusztusi csapadékhiány volt elsősorban az oka, és az el nem vetett repcét azt főleg itt ugye a árpa, búza és a tritikále vetés terület emelésénél pótolták a gazdálkodók. Időben optimális körülmények között történtek a vetési munkálatok, és ennek köszönhető elsősorban az, hogy kiváló az elvetett növények állapota úgy a repcénél, mint az őszi kalászosoknál. Jelenleg még a legnagyobb munka, ami hátra van ebben az évben, az az őszi mélyszántások elvégzése, a tavaszi, a kalá. Ez jelenleg november 25-én 71%-on tart. Ezek a munkák jól állnak, és be is fognak fejeződni várhatóan év végéig. Összességében annyit lehet elmondani az őszi betakarításokról, ugyanúgy, mint a nyári betakarítású növényeknél, zökkenőmentes volt a betakarítás, semmilyen különösebb nehézséget, problémát a megyei betakarítási koordinációs bizottságok nem jeleztek a minisztérium felé, és mi sem észleltünk ilyeneket. A betakarítások tekintetében engedjék meg, hogy a napraforgó és a kukorica kapcsán azért elmondjam, hogy az ország különböző részein, mint ahogy azt megszokhattuk már, azért eltérő eredmények voltak. Voltak szórások, talán nem olyan jelentősek, mint korábbi években, de azért érdemes megnézni ezeket is. Napraforgónál a legjobb eredmények, mint egy 3 tonna per hektár Hajdú-Bihar megyében, Tolna megyében, és 2,8 tonna per hektár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kerültek betakarításra. A leggyengébbek Veszprém, Heves és Nógrád megyében itt 2 tonna per hektár körüli
eredmények voltak. Ugyanez a kukoricánál a legjobb termés eredmény Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 6,7 tonna per hektár, ugye az országos átlagot az előbb említettem, az 5,6 volt, tehát 6,7 tonna per hektár, off the record mondom, Tápjószentmártonban 7 tonna per hektár volt, ezt sajton kívül. Öntözetlen körülmények között. Tehát Borsod megyében 6,7 tonna volt a legjobb eredmény, és Békés és Baranya megyében is 6 tonna fölött volt az átlagtermés kukoricából, a leggyengébb termések pedig 4-4,5 tonna között Nógrád, Heves és Jász Nagykunszolnok megyében voltak. Ez főleg a csapadékjárnyalaszállyal összekapcsolható. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a termés eredmények tekintetében a nyári és az őszi betakarítású növényeket figyelembe véve, nyilván itt a cukorrépa még nem fejeződött be ezzel a megjegyzéssel, összességében az előző évhez képest, tehát 2012-höz képest 15%-kal nagyobb termés eredmények voltak az országban, az elmúlt 5 év átlagához képest pedig 5%-kal voltak jobb termés eredmények. Tavaly évhez képest főleg a búzánál és az árpánál, illetve kiemelkedően a kukoricánál 48%-kal volt jobb a termésmennyiség, mint a tavalyi évben. Ugyanezeket, hogyha a termés átlagok tekintetében vizsgáljuk meg, akkor azt mondhatjuk el, hogy a tavalyi évhez képest a termés átlagok 17%-kal emelkedtek, az elmúlt 5 évhez képest pedig 7-7%-kal emelkedtek. Itt is a kukorica termés átlaga növekedett a legjobban az előző évhez képest, de a búzáé is 26%-kal emelkedett. Hogyha mérleget csinálunk, a gabona mérleget készítünk el, ezek még nem hivatalos KSH adatok, de figyelembe véve a készleteket, figyelembe véve az idei hozamokat, figyelembe véve a belső felhasználást, takarmány felhasználást, vagy a kukoricánál az ipari felhasználást, akkor azt látjuk, hogy mind a búzából, mind kukoricából, mint egy 2,5 millió tonna exportáró alap fog képződni. A tavalyi évben ugye rekord bevételt ért el az agrárium export tekintetében, 8,1 milliárd eurót, erre még nem volt példa a magyar mezőgazdaság történetében. Ez a nemzetgazdaság exportbevételének a 10%-át tette ki, ugyanakkor a nemzetgazdaság aktívumának, külkereskedelmi aktívumának az 52%-át ért el, ez 3,6 milliárd euró volt ez az aktívum, amit az ágazat letett az asztalra. Ebben a gabona ipari növények aránya jelentős szerepet játszott, és ahogy említettem itt is, az idei évben is egy 5 millió tonna exportáró alap képződött a gabona növényeknél, tehát ez nyilván értékesítése után majd az előző évhez hasonlóan javítani fogja, illetve növelni fogja az ország exportbevételét és az aktívumot is. Ez szintén egy jó hír és egy jobb teljesítmény. A minőséggel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nem voltak minőségi problémák egyik betakarított növényünknél sem. Szórások voltak olajtartalomnál, Csongrád megyében 44%-ot is alig érte el az olajtartalom, de Hajdú-Bihar megyében pedig kiváló minőségi paraméterekről érkeztek jelentések. Cukorrépánál utolsó információm szerint 14-17% között mozog a digesszió, a cukortartalom, tehát ez is normálisnak mondható, normálnak mondható. Akkor nézzük ezt is pedig ki akartam vetíteni, a gabonapiaci árakat. Lehet, hogy akkor nem vetítem ki. Ami a búzát illeti, 2013 májusától augusztus végéig a világpiaci tendenciáknak megfelelően folyamatosan csökkent a búzának a tőzsdei ára. A csökkenés mértéke 25%
körüli volt, májustól augusztus végéig, és ez augusztustól október végéig olyan 46-47 ezer forint per tonna körüli áron stagnált, majd október második felétől újra emelkedésnek indult. Jelenleg a malmi búza decemberi szállításra tőzsdei ára 50 ezer forint per tonna körül áll, amely a májusi jegyzésekhez képest 11%-os csökkenés jelent. Ami ugye a világpiac, ami meghatározza és befolyásolja alapvetően az árakat, a búzánál jelenleg erős az exportkereslet, ezt alapvetően a kínai növekvő importtal van összefüggésben, illetve Oroszországban intervenciós felvásárlás van, tehát ott vásárolják a búzát, és az exportpiacon nem jelent meg Oroszország. Ez a várható búzárakra, exportárakra ez kedvező tendencia. A kukoricánál is hasonló tendencia történt, mint a búzánál. A tőzsdejár folyamatosan csökkent évelejétől szeptemberig, majd utána egy emelkedés következett be. Jelenleg a tőzsdei jegyzések olyan 45 ezer forint per tonna körül alakulnak. Az évelei szinthez képest ez egy olyan 20%-os csökkenés jelent. A kukoricánál a világ termés eredményei jónak mutatkoznak, mind Ukrajnában, mind Oroszországban, és az előzetes várakozásokhoz képest az USA-ban sem lesz olyan rossz a kukorica termés eredménye. Az azonnali árakat, ha nézzük, tehát nem a határidős árakat, amiről eddig beszéltem, hanem az azonnali árakat, akkor azt látjuk, hogy az egy évvel ezelőtti szinthez, tehát mostantól nézve, tehát most november vége, az egy évvel ezelőtti szinthez képest az étkezési búzánál 24%-ot, takarmánykukoricánál 35%-ot, a napraforgónál 32%-ot, a repcénél 27%-ot csökkentek az árak. Ami a jó hír az, hogy ez a csökkenő tendencia, majd stagnáló tendencia, megállt, és most már az utóbbi időszakban emelkedik. Tehát, ahogy említettem, az árak csökkentek a tavalyihoz képest, a hozamok pedig emelkedtek. Ugye a teletalapú támogatások tekintetében a támogatások szintén emelkedtek az előző évhez képest. Ha mindezeket összevetjük, és az átlaghozamokat, meg az árak alakulását, meg a támogatás alakulását egy hektárra kivetítjük, akkor a következőt látjuk. Az étkezési búzánál gyakorlatilag a tavalyi év egy hektárra jutó bevételét ugyanúgy elértük 2013-ban, mint az előzőben. Gyakorlatilag nincs étkezési búzánál, takarmánybúzánál egy hektárra jutó bevétel tekintetében nincs változás az előző évhez képest. Tehát a támogatás növekedés, meg a hozam növekedés kompenzálta gyakorlatilag a termés átlag csökkenését. Ugyanezt, ha megnézzük a kukoricánál, ez egy 7,5%-os egy hektárra jutó bevétel csökkenés. A repcénél a legnagyobb, ott 12% csökkenés van, és 9% a napraforgónál. A legutóbbi betakarítási tájékoztatónk után ezeket a számokat elmondtam, ahhoz képest kedvezőbb a helyzet, mert ugye most a mostani árakkal, a mostani emelkedő kukorica és búza árakkal számoltuk. Nyilván, aki akkor értékesítette a terményét, akkor azok a számok voltak igazok, tehát ott nagyobb bevételkiesés volt egy hektárra vetítve, mint amit a mostani áraknál számoltunk. Tehát itt is az van, hogy aki tudta tárolni, ki tudott várni, tudta finanszírozni a készletet, az gyakorlatilag ilyen bevételkiesésekkel, illetve a növények egy jelentős részénél nem is kell bevételkieséssel számolnia. Na most ugye a sajtótájékoztató elején beszéltem az időjárásról. Tényleg nagyon vegyes a kép 2013-ban. Évelején a sok vízzel volt a bajunk. Ugye, ahogy szokták mondani, mezőgazdaságban mindig van valami probléma. Volt az árvíz, volt a belvíz, azután jöttek a tavaszi fagyok, utána jött a csapadékhiány, az aszály, a 40 fokos meleg, majd utána a változatosság kedvéért az őszi fagyok érkeztek meg. Tehát időjárási szempontból egyáltalán nem volt kedvező ez az év.
ahhoz kép, vagy ehhez képes kell értékelni azokat az eredményeket, amit elért, vagy el fog érni az ágazat. A GDP adatok megjelentek, most már az első háromnegyed év adatait ismerjük. A mezőgazdaság egyértelműen jobban teljesít, és a mezőgazdaság döntő szerepet játszik abban, hogy az ország bruttó gazdasági növekedési adatai kedvezően alakulnak. Az első negyed évben a mezőgazdaság 12%-kal, a második negyed évben 17%-kal, és még a hivatalosan meg nem jelent harmadik negyed évben, ez december elején fog megjelenni a KSH által, előzetes számítások alapján 15%-kal fogja javítani az ország GDP-t, ami ugye legutóbb a harmadik negyed évben plusz 1,7%-on áll, és minden szakértő szerint mindenféleképpen, hát még a mértéket pontosan nem ismerjük, de növekedési pályára áll az ország. Tehát annak ellenére, hogy az időjárási körülmények nem a legjobbak voltak, lehet, hogy jobb volt a 2012-esnél, de önmagában nézve nem a legjobbak voltak. Annak ellenére a mezőgazdaság jobban teljesít, és hozzá fog járulni az ország gazdasági növekedéséhez. Reményeim szerint hasonló mértékben, vagy olyan mértékben, mint 2011-ben, amikor ugye 1,7%-os volt az ország gazdasági növekedése, és 0,9%-ot ebből az agrárium adott. Magyarországon akkor van gazdasági növekedés, hogyha a mezőgazdaságban is van növekedés, és úgy néz ki, hogy ez az idei év, ez ilyen lesz. És mégis, hogy az oka annak, hogy ilyen jól fog teljesíteni, jobban fog teljesíteni az ágazat. Ebben benne van az ágazatban dolgozóknak a munkája. Benne van az, hogy odafigyeltek az időjárásra, és amikor a munkákat el lehetett kezdeni, még ha vetési munkákat 2-3 héttel később is lehetett elkezdeni, odaálltak, és akkor csinálták éjjel-nappal. Jobban odafigyeltek a vetőmagra, a fémzárolt vetőmag felhasználására, a késői vetésidő miatt a hosszabb tenyész idejű vetőmagfajtákban jobb termés eredmények születtek, odafigyeltek a tőállományra, gyakorlatilag minden olyan szakmai munkára, amikor a vizet, amikor sok volt a víz, akkor elvezették a földekről, amikor a csapadék hiány volt, akkor igyekeztek olyan technológiát alkalmazni, ami megfogta a vizet, hogy ne párologjon el a talajba levő víz, lezárták a termőterületet, tehát abban az eredményben, amiről itt beszéltem, abban a gazdálkodók szorgalmas munkája egyértelműen benne van. A minisztérium is igyekezett a tőle telhető segítséget megadni. Gondolok itt elsősorban a különböző adminisztrációs terhek csökkentésére, gondolok itt a különböző hitelkonstrukciókra, forgóeszköz hitelkonstrukcióra, Nemzeti Bank kedvezményes hitelakciójára, amivel próbáltuk segíteni a gazdálkodókat. Nem utolsó sorban pont a gabonaágazat kapcsán a fordított áfát ugye bevezettük, és most már egyértelmű, hogy a kormány benyújtja Brüsszelhez a fordított áfa meghosszabbítását, ugye, amit eredetileg 2 évre kaptunk meg engedélyt, de egy új uniós jogszabály kapcsán 2018. december 31-ig meg tudjuk hosszabbítani. Egyértelműen az ágazati szereplők részéről is, ezt talán elnök úr is meg tudja majd erősíteni, de az adóhivatal részéről is egyértelmű pozitív hatása volt van a fordított áfa bevezetésének a gabonaágazatban, illetve az olaj növényeknél. Csak egy számot mondjak, nem régen találkoztam az árutőzsde egyik vezetőjével. Amióta a fordított áfa működik, azóta a határidős ügyletek, tehát a hivatalos üzleteknek egy része az 20%-kal emelkedett a budapesti árutőzsdén, tehát egyértelmű a pozitív hatása, és ezért is döntöttünk úgy, hogy ezt 2018. december 31-ig meghosszabbítjuk. Szintén megemlíteném, hogy a területalapú támogatások kifizetése, az előleg kifizetése ugye megkezdődött, gyakorlatilag november 30-áig a támogatásoknak a termelőket tekintve, a regisztrált termelőket tekintve mintegy 95%-a kifizetésre fog kerülni,
és ezek mellett ezen kívül december 2-án a különleges tejtámogatás előlegét is fizetni fogjuk. December 17-én, amire még nem volt példa, a baromfi állatjóléti támogatások harmadik negyedéves összegét is tárgyévben, ezt mindig a tárgyévet követő évben fizettük eddig, ezt most tárgyévben szintén az ágazat megsegítése szempontjából ki fogjuk fizetni, és még évvégéig a tej nemzeti kiegészítő támogatását is el fogjuk juttatni az érintett termelőkhöz. Köszönöm szépen!